Köszöntöm a nézőket, és üdvözlöm a stúdióban Hajdú Gábort, a Szentendrei KC elnökét, vezetőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. És hát ugye most az utóbbi időkben, hát az őszi fordulónak már lassan a fele lezajlott az idei fordulóban, és hát nagyon előkelő helyen van a csapat, második helyezést ért el, és hát nagyon jó mérkőzéseket játszottak az utóbbi időben. Minek köszönhető ez elsősorban? Valóban így van, a hét mérkőzésen vagyunk túl, tehát több mint a felét lejátszottuk az őszi fordulóknak, és a csapat jelenleg a bajnokság második helyén áll. Öt mérkőzést nyertünk, és két olyan mérkőzést vesztettünk el, amely nyerhető lett volna, tehát én azt gondolom, hogy egy kicsit nagyobb odafigyeléssel ez a két mérkőzés is behúzható lett volna. Hogy minek köszönhető? Én azt látom, hogy a Szentendrei férfi kézlabdázás történetében ilyen erős csapatunk még nem volt. Ez vonatkozik a játékos állományra. Egy picit későn kezdtük el a felkészülést, egy-két játékos későn érkezett. Ez a két vereség egyébként szerintem ennek tudható be, hogy nem volt együtt a csapat, nem volt úgy igazán szakmailag összerakva. Ez most már megváltozott, azóta eltelt ez a két hónap. A csapat egységes, együtt van. Nagyon jó hangulat, öröm a gyerekek közé bemenni, és kialakult egy olyan egészséges arány a fiatalok és a rutinosabb játékosok között, ami azt szokták mondani, hogy ilyen esetben ideális. Én azt gondolom, hogy ezek az indokok, ezek mind úgy összerakták azt, hogy a csapat eredményesen szerepeljen. És ehhez még jött egyfajta jó szakmai munka, ami eddig is jellemző volt a csapatra, vagy a csapatnál lévő munkára, csak most érkezett egy új szakmai igazgató, aki a vezetőedzővel közösen, én úgy látom, hogy harmóniában tudnak dolgozni, a gyerekek szeretik őket, ők a gyerekeket. Most ez, én azt gondolom, ez adja azt, hogy a csapat eredményes. Ugye, ahogy említette, több új játékos is érkezett, ezzel elsősorban a fiatalítás volt a cél, vagy pedig ennek az egyensúlynak, amit említett, hogy legyenek rutinos játékosok és fiatalok is? Is érkezett hozzánk többszörös válogatott rutinosabb játékos, az öreg szót hadd ne használjam. És jöttek fiatalok is, utánpótlás válogatott játékosok, és ehhez jött a mi 3-4 juniorkorú játékosunk, aki szintén most már az első csapatba szerepel, és nem padot melegítő játékosokról van szó, hanem olyanokról, akik bevethetők, feladatot tudnak megoldani, és játékerőt képviselnek a klubban. Ugye a korábbi fordulókban probléma volt az is, hogy nagyon kevés, viszonylag kevés játékos volt, és keveset tudott a vezetőedzőt cserélni. Ez most már akkor megoldódik ez a probléma, tehát tudnak frissíteni folyamatosan, ha szükséges ez. Igen, a múlt évben volt olyan, amikor 5-6 játékos volt edzésen. Így nem lehet végezni szakmai munkát ezen a szinten. Ez most megváltozott. Rendszeresen 14-16 játékos van edzésen, gyakorolnak, készülnek, és mint az eredmény is mutatja, meg is látszik az eredménye. Ugye azt még nem említettük, hogy az NB1B nyugati csoportjában szerepel jelenleg a csapat, és hát a második helyen van a tabellán. Mi a cél egyébként ennek a helynek, azért gondolom a megtartása ebben az őszi fordulóban? Mi a bajnokság kezdetén az első 6 helyet tűztük ki célul. Ezt tettük azért, mert én azt gondolom, hogy a nyugati csoport még soha nem volt ilyen erős, mint most. Ide esett vissza az NB1-ből, kiesett két csapat, 3-4 csapat úgy erősített, hogy szeretnének bajnokságot nyerni. Tehát van a csoportban 6-7 olyan csapat, akik potenciálisan veszélyesek egymásra. De látszik is az eredményeken, hiszen a AC kicsit kiemelkedik, de a többiek nagyon jó, és nagyon izgalmas, és nagyon látványos, szoros mérkőzéseket játszanak. Mi ezt a célt még a vezetőség nem módosította, tehát az első 6 az továbbra is az, de nem lennénk elkeseredve, hogyha a csapat ezt a helyét meg tudná tartani a táblázaton. És esetleg a feljutás is cél lehet? Vagy hány helyezett juthat fel az NB1B-ből, vagy ez hogy történik? Két NB1B-s csapat van, kelet és nyugati megoszlásban, tehát mindig a bajnok kerül fel. Én azt hiszem, mi a földön járunk. Álmodni szeretünk, de a földön járunk.
nem tervezzük, hogy ebbe az évbe osztályt lépjünk, de a vágyaink között azért középtávon szerepel, hogy osztályt lépjünk. Én azt gondolom, hogy a Vác, akik tavaly kiestek az NB1-ből, nem hogy gyengültek, hanem még erősödtek. Tehát az ő esélyük a bajnokságra, úgy tetszik, nagyon nagy. Szeretnénk őket itthon megverni természetesen, de a realitásokat is úgy mindent egybetéve, ismerve a mások költségvetését, a saját költségvetésünket, a lehetőségeinket, ha dobogon végeznék, én azt gondolom, nagyon boldogok lennénk. A Vác mellett egyébként kijelenthet még nagy konkurenciát? Melyik csapat a legnagyobb ellenfele még a Szentendrén? Hát a Tata nagyon erős, nagyon jó összeállítású gárda, Szászhalombattának szintén jó csapata van, Dabasnak nagyon erősödtek, nagyon sokat erősítettek. És itt vannak ugye az nagy NB1-es csapatoknak a junior csapatai, a Veszprém és a Csurgójé, akik azért ezek között a gyerekek között szerepelnek olyanok, akik már megmutatták magukat nemzetközi szinten is a saját korosztályukba. Tehát egy nagyon nívós, jó színvonalú bajnokság folyik most a nyugati csoportban. Ugye hát a kézilabdában is hasonlóan más sportokhoz azért nagyon-nagyon fontos a buzdítás és a közönség jelenléte a mérkőzéseken, nagyon sokat hozzátehet a csapat teljesítményéhez, és ahogy mostanában tapasztaljuk, a Szentendrei KC is nagy erőt fordít arra, hogy minél több szurkolót vonzanak be a csarnokba, ugye a Móricz Zsigmond gimnázium csarnokába egy-egy mérkőzésre. Talán emiatt is lesz az, hogy most egy NB1-es csapat érkezik nem sokára a Szentendrére, mégpedig a Füred csapata. Hát mi azt szeretnénk, hogyha egyre többen jönnek neki a mérkőzésre. Sajnos a nézők számát illetően kicsit el vagyunk keseredve, bár ebben nyilván mi is hívásak vagyunk, hogy a propagandánk nem kellő mértékű. Ezzel most próbálunk is változtatni, most már plakátozunk, igénybe veszük azokat a lehetőségeket, és köszönjük a televíziónak is, hogy népszerűsítsük a sportágot a városban. De hát a Füred az egy másik ügy, ugye, mert ez egy Magyar Kupa 8-at döntő, idáig még soha nem jutottunk el. És a sors az ország harmadik legjobb csapatát sorsolta nekünk a Magyar Kupára, ami jövő szerdán 12-én 18:30-kor lesz a Móricz csarnokában. Hát megküzdünk a Balatonfüred NB1-es csapatával, meglátjuk, mi lesz belőle. Hogy készül erre a mérkőzésre a csapat? Más-e ilyenkor a felkészülés? Túl nagy-e ilyenkor a pszichés nyomás esetleg a játékosokon? Kell-e ezzel is foglalkozni egy-egy ilyen mérkőzés előtt? Szerintem nem. Nekünk előtte vasárnap egy nagyon fontos meccsünk van Győrbe, a Szese Győr ellen, akik szintén az NB1-ből estek ki, és oda mi nyerni megyünk. Tehát ott szeretnénk megszerezni a két pontot. A füredi meccsen meg gondolom a szakmai vezetés leveszi inkább a terhet a gyerekek válláról, mert egy olyan csapatnak, amely 5 vágott játékossal rendelkezik, a magyar bajnokság harmadik helyén áll, nemzetközi klasszisok játszanak a csapatba, neki menni görcsösen nem szabad. Tehát le kell venni a terhet a vállukról. Én gondolom, hogy a szakmai stáb is meg fogja fogalmazni a csapat felé, hogy játszanak könnyedén, azt adják, amit ők tudnak, tisztességesen álljunk helyt, független az eredménytől. Ki lehet kapni természetesen, sőt, a realitásokat, ha nézzük, akkor nekünk itt megállt, parancsol majd a sors, de nem adjuk meg magunkat, tehát nem megyünk feltett kézzel a pályára, és megpróbáljuk kihozni ebből a mérkőzésből mindazt, ami tisztességünk diktál. Hát mindenképpen az biztos, hogy egy nagyon jó mérkőzés lesz szerintem. Mikor lesz pontosan, ezt azért mondjuk el még egyszer a nézőknek. November 12-én szerdán 18:30, Móricz Zsigmond gimnázium sportcsarnoka, vagy tornacsarnoka. Úgyhogy aki teheti, az mindenképp látogasson ki a mérkőzésre, mert biztos, hogy egy nagyon izgalmas, színvonalas meccs lesz. De hát ugye eddig csak a felnőtt csapatról beszéltünk, de ugye hát évek óta most már a Szentendrei KC nagy figyelmet fordít az utánpótlás nevelésre is, és hát a juniorok is nagyon jól szerepelnek most ebben a fordulóban is. Igen, most kidolgoztunk egy tervet az utánpótlás fejlesztésre. Örömmel mondhatom, hogy most már az utánpótláskorú gyerekeink száma meghaladja a 100-at. 3 gyerekcsapatunk versenyez bajnokságban rendszeresen.
bajnokságba, egy serdülő csapatunk az országos bajnokságban, és a juniorok ugye velünk együtt az NB1B nyugati csoportjába. Már nem csak a Szentendrére és a Rákóczira épül a klub utánpótlása, most már Tahiba van gyerekcsoportunk, Budakalászon van gyerekcsoportunk, és ezt a munkát mi tovább szeretnénk folytatni, hogy minél nagyobb létszámban kézlabdázzanak itt a Dunakanyarba a gyerekek, hiszen a nagyobb létszámból tudunk a nagy számok törvény alapján is jobban válogatni, jobban kikerülnek esetleg a tehetséges kézlabdát szerető fiatalok. Juniorok is valójában tényleg jó szerepelnek a bajnokságban, nyertek komoly jó mérkőzéseket, hát néha ők is botlanak, ez benne van a játékunkban, de én azt gondolom, hogy nagyon a junior csapat 5 játékossal kiöregedett, tehát átalakult, nagyon sok serdülő került fel a csapatba, és ennek ellenére nagyon színvonalas és jó kézlabdát játszanak. Mennyire lehet ezeket a fiatalokat, a tehetséges fiatalokat megtartani itt Szentendrén, hogy majd a felnőtt csapatot is erősíteni tudják? Bár ahogy említettem, most is szerepelnek a juniorból feljött játékosok már a felnőtt csapatban. Hát ez egy nehéz kérdés. A gyerekeink egy része tavaly vidéki városokban ment tovább tanulni egyetemre, főiskolára. Óhatatlan, hogy ilyenkor a sportágat is ott fogják tovább űzni, hiszen nem egyszerű hazajárni Egerből vagy Szegedből. Ez egy elfogadott természetes dolog, de ugyanez előfordul nálunk is, hogy Pestre jönnek gyerekek és jelentkeznek nálunk, hogy szeretnének itt kézlabdázni. Mi azért próbáljuk megtartani a gyerekeinket. Én azt gondolom, hogy többé-kevésbé sikerül is, tehát ha kialakul egy jól szervezett utánpótlásnevelő munka, akkor remélem egy jó pár év múlva több szentendrei lesz a csapatban, mint nem szentendrei. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és további nagyon sok sikert kívánunk a csapatnak. Köszönöm a lehetőséget, és köszönjük szépen. Köszönöm önöknek is a figyelmet, és hát tájékozódjanak akkor a szentendrei KC mérkőzéseiről, és ha tehetik, akkor látogassanak ki ezekre a meccsekre a Móri Zsigmond Gimnázium tornatermébe. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra! Köszöntöm a nézőket, és üdvözlöm a stúdióban Horváth Istvánt, a szentendrei KC új szakmai igazgatóját. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. És hát talán egy kicsit kezdjük egy kis személyes bemutatkozással, aki netán még nem ismerné önt itt Szentendrén, hogy mivel foglalkozott ezelőtt, honnan érkezett. Én is nagy szeretettel köszöntöm a nézőket. Hát én elég régóta ebben a szakmában dolgozom. Gyakorlatilag nagyon hosszú ideig, 2000-es évek elejétől a Ferencvároshoz köt a kézilabda, illetve hát, hogyha még előbb megyünk, de szerintem az már nagyon régi, 74 óta játszom, illetve valamilyen módon kötődöm a Fradihoz. Ott sikerült különösebb dolgokat végrehajtani, de én azt gondolom, hogy minden rosszban van valami jó, annak vége lett, és itt pedig egy nagyon jó, pozitív közegbe kerültem, és nagyon szép feladataim vannak. Ez nem számít önnek visszalépésnek, hogy egy NB1B-s csapathoz került most szakmai igazgatóként? Én úgy gondolom, hogy nem. Eddig érdekes módon NB1-ben gondolkodtam mindig, de így alakult az élet. Én úgy gondolom, hogy itt legalább olyan komoly feladataim vannak, mint az NB1-ben. És nagyon remélem, hogy lesznek NB1-es feladataim. Mennyire sikerül együttműködnie Hajdú Tamással, a felnőtt csapat edzőjével? Nagyon jól. Tehát a rövid válasz az, hogy nagyon jól. Úgy gondolom, hogy a kézilabdát én nem tartom tudománynak, viszont a Tamással egy húron gondolkodunk, egy húron pendülünk, egy-egy nézésből kitaláljuk, hogy mit akar a másik, és az esetek 95%-ában pont ugyanazt akarjuk, tehát ezért nem nehéz, hanem kifejezetten kellemes vele együtt dolgozni, és nagyon bízom benne, hogy ez hosszú távon így működni fog.
Ugye hát nagyon jól szerepel most a csapata az idei őszi fordulóban, jelenleg is a második a tabellán, a Szentendrei KC felnőtt csapata. Minek köszönhető ez elsősorban ön szerint? Ugye nagyon sok újítás volt a játékosokat illetően itt Szentendrén is, több új játékos is érkezett. Ennek, vagy hát a szakmai munkának is nyilván köszönhető most ez a jó szereplés. Én úgy gondolom, hogy mindkettő. Általában azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos az, hogy kikkel dolgozunk, tehát alapvetően a kiválasztás. Nyerő típusú és pozitív beállítottságú emberekkel szeretek dolgozni, és a tapasztalataim azok, hogy csak velük lehet eredményesen. A szakmai munkát úgy gondolom, hogy ami jelen pillanatban az NB1B nagyon hosszú évek óta nagyon magas színvonal az NB1B, ahhoz képest is megfelelő a szakmai munka, és úgy gondolom, hogy nagyon jó a csapat összetétele, tehát a közepes, a tapasztaltabb, illetve a fiatal játékosok elegye megfelelő, és sajnálom nagyon azt a két elvesztett mérkőzést, egyik azt hiszem egy, a másik két góllal. Ha egy picit előrébb lettünk volna, tehát már van 4-5 meccs a csapat mögött, akkor azt sem vesztettük volna el. Tehát úgy gondolom, hogy amit az előbb tetszett kérdezni, mindig ez komplex dolog. Tehát a csapat összetétel, a szakmai munka, a játékosok hozzáállása, én úgy gondolom a szakmai stáb hozzáállása, ez egy egyveleg, de most ezt így szerintem nagyon ideális. Lekopogom. Kik érkeztek egyébként a gárdába, kik azok a játékosok, akik újak most a Szentendrei KC-ben? Hát egy félig új, a Sutka Norbert, aki tavaly volt egy pár hónapig, de aztán sérüléssel bajlódott. Azt sikerült most vele megállapodni, ő egy nagyon komoly kvalitású, szerintem NB1-es kvalitású játékos, és sok gólunkat lövi. Bendó Csaba, aki sokszoros válogatott játékos, ő már a tapasztaltabbak közé tartozik, de rengeteget segít a fiatalok beépítésében és okításában, és egyébként még mindig nagyon hasznos tagja a csapatnak. A Holó Balázs került ide, ő tavaly kölcsön játékosként játszott, szintén nagyon meghatározója a csapatnak. Gulás Máté egy fiatal junior korú játékos volt tavaly, ő Veszprémből érkezett, és hát hozzá kell tennem, hogy ugye kettős játékengedéllyel három gyöngyösi fiú játszik, amikor nem ütköznek a mérkőzések, és a Plerből, el is mondom név szerint a hármat, mert a Koller Tamás, a Koncz Andris és a Nagy Bence, nem tudom miért valamiért, tehát ők hárman a Gyöngyösből, és a Pler Budapestből van két kölcsön lehetőségünk kapusra, a Váci Dani meg a Kránitz Zoltán, és ővelük kiegészülve tudunk ilyen erősek lenni. Itt ugye az a lényeg, hogy ők ott esetleg kevesebb játék lehetőséget kapnak, itt tudnak többet, viszont itt jobban, gyorsabban játékba tudnak lendülni, és komoly segítség a csapatnak. Mi a cél majd a forduló végén, tehát ez a második hely, ezzel elégedettek lennének, ha ezt megőrzi a csapat? Az az igazság, hogy aki előttünk van, a rövid válasz az az, hogy igen. Aki előttünk van, a Vác, az tulajdonképpen ugye tavaly esett ki az NB1-ből, és gyakorlatilag egy-két változással ugyanolyan módon megmaradtak, sőt erősítés is történt. Többek közt innen a Bajussanyi átment oda, és azt gondolom, hogy az ottani védekezésben mindenképpen, védekezésben is erősítés. Én úgy gondolom, hogy ez egy reális dolog lenne, ha a második helyet, nem, az bravúr lenne, ha a második helyet megtartanánk. Ezen fogunk dolgozni, hogy minél kevesebb pontot veszítsünk, és akkor majd meglátjuk, hogy esetleg jövőre lehet komolyabb álmokat szövegetni.
Ugye hát az NB1B-ben azért nagyon sok jó csapat van egyébként most ebben a mezőnyben szerintem is. Hát a Vác az ugye kiemelkedően, de hát ugyanide sorolhatjuk a Győrt, illetve a legutóbb Dabassal játszott ugye a csapat, az is egy nagyon szoros mérkőzés volt itt hazai pályán. És hát nyilván azért az első hatban, ha már benn marad az együttes, az már egy nagyon nagy dolog, vagy ott végezni. Igen, a szakmai célkitűzés, mikor idejöttem, akkor nagyjából így lett megfogalmazva, de ilyet a fiúk előtt sem mondanék soha. Én úgy gondolom, hogy ennél többre hivatott a csapat. Nyilván sok befolyásoló tényezője van, többek közt ki az, aki megsérül, ki az, aki mindig rendelkezésre áll, értem itt a kettős játék engedélyen rendelkező fiatalokat, de ha normálisan tudjuk ezt a dolgot ugyanígy csinálni, akkor azt gondolom, hogy lehetnek érem álmaink. Ugye egy nagyon nagy csata vár most jövő hét szerdán a csapatra a Magyar Kupában, mégpedig a Balatonfüred csapata érkezik majd Szentendrére. Erre hogy készülnek a fiúk? Tehát ilyenkor nagyon nagy a pszichés nyomás, mikor egy ilyen NB1-es, nagyon jó játékosokkal felszerelt csapat ellen kell pályára lépni? Úgy gondolom, hogy igyekszünk levenni a nyomást, illetve a felelősséget róluk. Nyilvánvalóan a Balatonfüred az esélyesebb, hiszen kis hazánk harmadik legjobb csapata jelen pillanatban, ha csak a tavalyi bronzéremből indulok ki. Úgy gondolom, hogy egy nagyon erős, lendületes, fiatalos csapat, amely még nincs kész, mert hiszen most álltak össze ők is. Nyilván minőségi különbség van a két játékos keret között. A mi játékosaink ilyenkor ugye kvázi felmérhetik, hogy hol tartanak egy NB1-eshez képest. Ez egy plusz motiváció, és úgy gondolom, hogy mindenki nagyon komolyan oda fogja tenni magát. Tehát nem hiszem, hogy ez bénítólag fog hatni. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzés lesz. Nyilván mondom, hangsúlyozom, hogy nem a mi esélyeinkkel, és nagyon bízom benne, hogy sokan fogják meglátogatni. Igen, ezt én is éppen akartam mondani, hogy a nézőknek is talán egy nagyon jó csemege lesz ez, hiszen nagyon jó játékosok érkeznek most Szentendrére. Tudunk említeni a Füred csapatából kiemelkedő válogatott kerettagokat? Persze, hát most akik a Veszprémbe jöttek, az Uros Vilovszky, aki ugye hosszú évek óta a Veszprém csapatát erősítette, Iván Csík Tamás, sokszoros válogatott balkezes jobb szélső, a Bánhidi Bence, aki most az utolsó két Európa-bajnoki selejtezőn nagyon jó teljesítmény nyújtott, egy 2 méter 3 centis 110 kilós, vagy lehet, hogy 120 kilós beállós, aki hosszú távon megoldhatja, én úgy gondolom, a magyar válogatott, magyar felnőtt válogatott beállós posztját. Aztán a Szőlősi, szintén ákerettag, a Zdodik, aki most már egy éve bent van a bőkeretben, és általában játszott is a mérkőzéseken. Szóval én úgy gondolom, Székely Marci, aki most a válogatott második számú kapusa a Mikler Roland mögött, tehát ők négyen-öten vannak, ez alapvetően minősíti az ő játék színvonalukat. Tehát egy nagyon komoly csapat, és egy jó mérkőzés lesz. Igen, ez akkor ugye jövő hét szerdán fél hétkor lesz. Így van, 18 óra 30-kor a Móricz gimnázium tornatermében. Úgyhogy aki teheti, az mindenképp látogasson ki a mérkőzésre. És ugye eddig a felnőtt csapatról beszéltünk, de hát nyilván egy egyesület életében nagyon fontos az utánpótlás, és itt a Szentendrei KC-nél is nagy figyelmet fordítanak erre, tehát a bajnokságban is a juniorok is nagyon jól szerepelnek most az utóbbi időben. Igen, nagyon fontos történet, hiszen ha egy csapat vagy egy klub hosszú távon gondolkodik, akkor abban a jövőkép is benne van valamilyen formában. Több mint 100 utánpótlás, igazolt utánpótlás játékossal rendelkezünk, hál' Istennek. Gyerek, 10 éves kortól gyerek csapatok, több is, itt a környező településekről is szerveződnek, illetve egyre több
ilyen kis csapatunk van, van serdülő csapat, van junior csapat, és hát ők, a junior az tényleg kvázi bontogatja szárnyait, Forgás Gyula tevékenysége nagyon komolyan kiemelendő, úgy gondolom, hogy jó kezekben vannak a srácok, és hát mi nem bizonyítja jobban, hogy komolyan gondoljuk az utánpótlást, hogy a junior keretből hárman általában a felnőtt keretben is benne vannak. Tehát ez az, amire utaltam, hogy a jó elegy. Tehát a fiatalok már ott vannak, és ők nem csak ott koptatják a padot, hanem többször játék lehetőséget is kapnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és nagyon sok sikert kívánok a csapatoknak a fordulókban, ezzel a következendő időszakban is. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönjük Önöknek is a figyelmet, és hát akkor kövessék nyomon, figyeljék, hogy mikor lesznek a Szentendrei KC mérkőzései. A különböző weboldalakon ezt megtalálják, illetve most már plakátokon is a városban, úgyhogy látogassanak ki a mérkőzésekre. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!